Mint önök is tudják, hogy a Gyurcsány család üzleti partnere ellen nemzetközi körözést adott ki az Interpol. Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára üzleti partnerei voltak a Vasziljev családnak, akik közel 600 milliárd forintot loptak el. A Vasziljev család a hírek szerint nem csak üzleti, hanem baráti kapcsolatot is ápolt a Gyurcsány házaspárral, amelyet egyébként Gyurcsányék az elmúlt napokban folyamatosan tagadtak. Azt is megpróbálták letagadni, hogy közöttük bármilyen kapcsolat lenne, vagy bármilyen módon kötődnének a Vasziljev házaspárhoz. Ugyanakkor a közöttük levő üzleti kapcsolatot céges dokumentumok bizonyítják. Nagyon is kapcsolatban állnak, közös cégük van a Vasziljev házaspárral. Ennek alapján felszólítjuk Dobrev Klárát, hogy fejezze be a hazudozást, amely a Gyurcsány család üzleti kapcsolataival hozható össze. Itt az ideje, hogy árulja el, hogy milyen üzleti kapcsolatban állt a Vasziljev családdal. Itt az ideje, hogy nyilatkozzon arról, hogy mit tud az eltűnt 600 milliárd forintról. És adódik a kérdés, hogy jutott-e ebből a 600 milliárd forintból Magyarországra a Gyurcsány családnak, és esetlegesen a DK-nak. Tehát jó lenne, hogyha most már végre Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára ebben az ügyben tiszta lapokkal játszana, ugyanis olyan nyilvános adatok állnak a rendelkezésre, amely egyértelműen azt bizonyítják, hogy üzleti kapcsolatban álltak a Vasziljev házaspárral, akit pedig az Interpol nemzetközi elfogadó parancs alapján köröz.